Ahogy már évek óta mindig, idén is fanfárzene nyitotta meg a városnapok legrangosabb eseményét, az Újpesten Újpestért élő kiválóságok díjátadó ünnepségét a Városháza zsúfolásig telt dísztermében. A díjazottakat elsőként a kerület polgármestere méltatta. A mai díjátadó ünnepségen olyan személyeket köszöntünk, akik mindannyian példaképek a saját területükön. Mi újpestiek nagyon büszkék vagyunk díjazottjainkra, mert életük szinte minden területén nyújtottak olyan kimagasló teljesítményt, amikre mi újpestiek mindannyian büszkék lehetünk. Ez az elismerés túlmutat az egyéni eredményeken. Ezek az emberek közösségünket gazdagítják, és hozzájárulnak Újpest szellemiségének erősítéséhez. Ezt követően adták át Újpest önkormányzata elismerő okleveleit. Az idén öten érdemelték ki. Cinege József, az UTE dzsúdó szakosztályának nyugdíjas mesteredzője. Tiller Magdolna jogász, aki heti rendszerességgel nyújtott ingyenes jogsegélyszolgálatot a bajban lévő újpestieknek. Posztumusz kitüntetést kapott Farkas Iván tanár, az Umszki és a Könyves Kálmán gimnázium néhai pedagógusa. Megkérem a tisztelt jelenlévőket, hogy egy perces néma csendben emlékezzünk a tanár úrra. Rév Gábor, az Újpesti Dózsa fotósa, több száz újpesti sportrendezvény megörökítője, a Sportegyesület fotóarchívumának megalkotója. És Kuracs Ildikó művelődés szervező, az Újpesti Kulturális Központ Megyeri Klubjának munkatársa. Újpestért díjat vehetett át az ünnepségen Andor Fer János pedagógus, az Umszki nyugdíjazott tanára, sportszervező. Lőrinc Róbert könyvtáros helytörténész, Újpest kutató. És Smohainé Simon Gyöngyvér kulturális szervező, a Káposztási Családok Egyesülete alapító vezetője. A város legrangosabb kitüntetését, az Újpest díszpolgára címet idén négyen érdemelték ki. Márton Viviánával, a tékvándó olimpiai bajnokával akkor készíthettünk interjút, amikor beírta gondolatait a díszpolgárok könyvébe. Mellette pedig most is, mint mindig, ott volt ikertestvére Luana, mert ők, mint mondják, két test ugyan, de egy lélek. Így aztán érthető a többes szám is. Na, nagy öröm, hogy itt lehetünk, mert az jelenti, hogy meg lett a célunk, az álmunk, hogy olimpia bajnok tudunk lenni, és hogy jól csináljuk a dolgokat. És jól csinálta a dolgokat Gulyás Michel, az öttusa párizsi olimpiai bajnoka is, aki ugyancsak Újpest díszpolgára lett. Az újdonsült rendőrfőhadnagyra pedig már is új kihívások várnak. Mindenképpen egy új fejezet nyílik az életemben, mert ugye lezárul a lovaglásos öttusa, az a régi öttusa, ami az én szívem csicske, de igyekszem megszeretni az akadálypályát is, igaz, még nem próbáltam, majd doktorral, amikor elkezdem újra a készülés, majd akkor fogok legelőször ilyen pályán végigmenni, úgyhogy reménykedem abban, hogy az évek során ugyanúgy a szívemhez tudod is nőni. Újpest díszpolgára lett Ihász Judit doktornő is, aki 42 éve dolgozik Újpesten, és 2010 óta valamennyi városnapi rendezvényen ingyenes anyajegyszűréssel segít az újpestieknek. Ez nagyon nagy megtiszteltetés az emberek részéről, újpesti lakosok részéről, és tényleg szeretek itt élni, ők is szeretnek engem, ahogy érzem, és én is szeretek mindenkit, megyek a piacra, mindenki köszön, a legszebb árut kapom, úgyhogy én máshol nem tudnék élni.
Mostantól Újpest díszpolgára Szúnyogi András grafikus és festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az Újpesti Közművelődési Kör alapító tagja, az Újpesti Városvédő Egyesület ötletadója és Újpest címerének grafikai megalkotója is. Kossuth Lajossal és Pálya Celesztinnel egy sorba lehetek Újpest jelesei között, de itt azért egy Somos Andrást, egy Sípos Lajost, egy Bertalan Tivadart, a közvetlen baráti körből azokat említem, akik hát díszpolgárságot kaptak. Egy Estók János, a Mezőgazdasági Múzeum igazgatója, tehát nagyon-nagyon jó érzés természetesen. Az ünnepélyes ceremóniát követően Szűcs Gabi előadó művész és zenekara adott mini koncertet a Városháza dísztermében.